Üdv újra, itt is Szabó Viktor vagyok. Az előző ilyen Instagramos videómban 3 ilyen Insta Story tippet, trükköt szedtem össze, a mai videóban is készültem ezekkel. Első és legfontosabb tipp, hogyha több fotót szeretnénk kirakni storyba, akkor a jobb felső sarokban a kiválasztás opcióra megyünk, tovább megyünk, akkor ezek a képek be is kerülnek, és külön-külön szerkeszthetőek, úgyhogy most már így is meg lehet oldani a több kép elhelyezését storyba. Második trükk, ilyen látványos sztori megosztást lehet csinálni a saját vagy bármelyik ismerősünk posztjából, ehhez a repülő ikonra kell mennünk, ott kiválasztjuk a bejegyzés elhelyezése a történetben funkciót, és minél kisebbre vesszük a kis cuccunkat, majd rámegyünk erre a matricára, kiválasztjuk az eredeti képet, erre ha egyet koppintunk, akkor láthatjátok, ilyen kör alakot vesz fel, nos ezt pontosan ráhelyezzük a kis képünkre, és keressünk egy gifet, hogyha beírjátok, hogy tap, akkor egy ilyen tap gifet kapunk, és ezt tökéletesen rá tudjátok helyezni, még lehet díszítgetni így a környezetét, és hogyha ezt megosztjátok, akkor már is kattintható lesz a poszt, úgyhogy nagyon remekül működik. A következő tipphez szükségünk lesz egy VPN-re, ezt linkelem, hogy honnan tudjátok letölteni, van erről egy külön videóm, kapcsoljuk be a VPN-t, és nyissuk meg újra az Instagramot. Láthatjátok, hogy fent írja nekem, hogy VPN-ről vagyok. Hogyha ilyenkor belépünk az Instagram storingba, akkor láthatóvá válik a fenti menüsoron egy zene keresése opció. Itt mindenféle zenéből tudunk válogatni. Matrica az nem mindig szokott megjelenni, viszont van, amikor igen, de ha nem, akkor sem kell aggódni, hiszen fent ott van a zene ikon, ugyanazt tudja a kettő, és itt dalszöveges módok közül tudunk választani, illetve ki tudjuk jelölni, hogy melyik zene részlet legyen, illetve csak ki tudjuk rakni mondjuk ilyen címkébe, vagy magát a borítót, és ezt bárhogyan tudjuk helyezni, szóval, hogyha ide lentre szeretném rakni, akkor ugye lentre is rakhatom, úgyhogy nagyon király cucc. A következő tip, amit összegyűjtöttem, hogyha kijelölünk egy színt és hosszan nyomjuk, akkor az egész képet beszínezi a telefonunk, és utána a radírral különböző módokon tudunk játszani, ez nagyon hasznos, nem kell az egész képernyőt kiszínezgetnünk, hanem csak egy gomnyomás. Ezzel tudunk játszani mindenféle kreatív módon, akár firkálni tudunk, vagy akár feliratokat is készíthetünk ezzel. A következő tip, hogyha fent kiválasztjuk ezt a menüpontot, akkor különböző filtereket tudunk hozzáadni utólag a képhez, tehát ha mondjuk a kameránkkal vettünk fel valamit, akkor nem kell aggódni, hiszen ha erre rámegyünk, akkor tulajdonképpen bármilyen filtert, ahol jóvá van hagyva, nem mindegyik filter engedi ezt, de amelyik engedi és jóvá hagyta, ott utólag is rá tudjuk tenni a különleges effektjeinket, úgyhogy ja, ez nagyon jó funkció amúgy. Illetve a következő trükk, hogyha már megjelent a betűknél az utolsó gomb, akkor különböző animációkat tudtok beállítani. Fontos megjegyezni, hogy mindegyik betűtípusnál más-más választható animáció van, az írottnál például elkezd írni, de vannak olyanok, ahol kb. Olyan, mintha semmi nem történne, mondjuk így befédelődik, vagy beugrik a felirat. Nekem az egyik kedvencem ez az írós téma. Ennyi lett volna már az a pár Insta Story tipp és trükk, én Szabó Viktor vagyok, köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk a következő videóban. Halihó! És elérkeztünk a videó végéhez, hihetetlen, de vége lett sajnos, azon kevesek közé tartozó, viszont akik végignézték is itt vannak a legvégéig. Hogyha még nem tetted, akkor mindenképpen csapass a feliratkozás gombra, ha pedig tetszett vagy nem tetszett, jelez like és dislike formájában, ha pedig már ezeket mind megtetted, csatlakozhatsz a csatorna tagok közé, ahol néha exkluzív tartalmakkal várunk. Úgyhogy ja, ha pedig ez is megvan, az egyik legkirályabb arc vagy a csatornán, köszi, hogy itt vagy. Találkozunk a legközelebbi videóban. Na, jó!